Jégverés a megyében. Jégesővel, özönvízszerű esővel és erős széllel érkezett pénteken a vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Tiszta Kárpátalja. Önkéntes környezetszépítő programot indított a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete, mintegy 30 település csatlakozásával. Égesővel, özönvízszerű esővel és erős széllel érkezett pénteken a vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több településen cseresznye nagyságú jég esett, amely a kemecsei és kisvárdai járásban a mezőgazdasági terményeket is elverte. A megyében összesen 16 esetben kellett beavatkozniuk a nagy mennyiségű csapadék miatt a tűzoltóknak. Pénteken készültek ezek a videók a megye több pontján. A megyeszékhelyen rögzített filmkockákon jól láthatóak a jégdarabok, de több településről így Nagyhalászból, Szamosszegről, Máriapócsról és Nyírkarászról is jeleztek néhány percen keresztül tartó jégesőt. A nyírkarászi videón jól látható, hogy a jégdarabok mellé özönvízszerű eső is társult, ami az utcán és az udvaron gyűlt össze. Egy Nyírbogdányban élő hölgy fotókat is készített a jégesőről, látszik a kertet teljesen beteríti az apró szemű jég, az esővizet pedig nehezen tudják elvezetni a csatornák. Teljes az ajtóig vágott a jég, aztán mindenfele jobbra-balra fotót csináltam, de visszahúzódtam a lakásba, mert igencsak félelmetes volt. Elég jól csörgött. A hölgy azt mondja, mintegy 15 percen keresztül zúdult a jégeső a környékre. Ma délben arra lettem figyelmes, hogy nagyon el volt borulva az ég, és ez nagyon úgy nézett ki, hogy felhőszakadás lesz, és hát bejöttem a lakásba, és egy kis idő múlva csak arra lettem figyelmes, hogy egy nagyon nagy zuhé volt, és aztán egy kicsit elcsendesedett, és aztán körülbelül olyan pár másodperc, 5-10 perc múlva még nagyobb felhőszakadás esett, és itt jelentkezett a jég, cseresznye nagyságú jég esett. A jégverés a mezőgazdasági területeket sem kímélte. Az első falugazdászi gyors jelentések szerint nagyobb károkat a kisvárdai és a kemecsei járásban okozott, itt elsősorban a dohány és az almaültetvényekben keletkezett kár. Szinte az egész megyében a megszokottól nagyon mennyiségű csapadék hullott le rövid idő alatt. Nyilván ezek összefutottak, és azokon a mélyfekvési területeken megálltak, összegyűltek, és ha esztétikálé vagy akár a tavaszi vetésűek már ki vannak kelve, azokban kárt okozott. Azt nem tudni megmondani, hogy milyen károkat okozott, ugye, mert ha 2-3 óraszán belül levonult a víz mondjuk a kukoricáról, vagy napra forgorul, akkor nem okozott benne olyan károkat, hogy az kipusztulna. Ha további időszakra van úgy levegőt lezárva, akkor teljes kipusztulás következett be. Ez a sok csapadék sok helyen párosult jéggel sajnos, és mivel tudjuk köztudottan, hogy a mi megyénkben a gyümölcs termesztés nagy területet foglal el, így azokban nagy károkat is okozhatott, vagy a dohányra gondolunk, azokból is jelentette károkat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 16 esetben kellett a tűzoltóknak beavatkozniuk a nagy mennyiségű csapadék miatt Nyíregyházán, Mátészalkán, Ópáiban, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Baktalórendházán, Petneházán és Nyírmadán elöntött pincéknél vagy a lakóházak közvetlen közelében összegyűlt csapadékvíz eltávolításához kérték a segítségüket. Segíteni kell a jég és fagykárt szenvedett gazdákat, mondta az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján Legény Zsolt országgyűlési képviselő. A politikus kiemelte, az MSZP gyors és hathatós segítséget biztosított korábban, a mostani kormány azonban nem ad megfelelő segítséget az érintetteknek. A tájékoztatón Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő hozzátette, többek között ez alapozta meg a szocialisták új vidékfejlesztési programját. Ez egy olyan koncepció, vidékfejlesztési koncepció, amit annak kapcsán készítettünk el, hogy a miniszterelnök előttünk generális programja az, hogy tegyünk igazságot. Mi ezt lefordítottuk a falu nyelvére, ez egy 22 oldalas dokumentum. Szerintem minden olyan elemet tartalmaz, amivel ki lehet hozni a mostani apátiából a vidéki lakosságot. Ennek az a sorsa, hogy a nyáron lefolytatjuk ennek úgymond a társadalmi vitáját, egy valós társadalmi vitát. Mi ezt elkezdtük házon belül, nyilván először a saját közegen belül szakértőkkel,
szakértői szinten történik, és én abba bízok, hogy egy ilyen szeptember-október körül egy akár valós kormányzati program elképzeléssel elő tudunk állni, ami a vidéket érinti. Önkéntes környezetszépítő programot indította a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete mintegy 30 település csatlakozásával. A kezdeményezés azért nagy jelentőségű, mert a becslések szerint csak Kárpátalján mintegy 3 millió tonna hulladék van szétszórva. Ebből évente mindössze 200 ezret tudnak összegyűjteni a hatóságok. Önkéntes fiatalok szedik a szemetet Beregszászon a Vérkepatak árterében. A KMKS ifjúsági szervezetének kezdeményezéséhez mintegy 30 település csatlakozott. Az ifjúsági szervezet 3 év alakult újjá, és nagyon fontosnak tartjuk olyan rendezvényeknek a támogatását, ami a kárpátaljai magyar közösség javát szolgálhatja. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen környezetszépítő mozgalom az teljes egészében nemzetiségtől függetlenül érdeke mindenkinek, ezért első perctől a kezdeményezés mellett állunk, és igyekszünk maximálisan kivenni részünket a szervezésből. Gyakran óriási mennyiségű hulladék érkezik a Tiszán Magyarországra, így történt ez az idei jeges árhullám levonulásakor is. Ukrajnában ugyanis a hulladék kezelése még mindig nagy problémát okoz. A becslések szerint csak Kárpátalján mintegy 3 millió tonna szemét van szétszórva, ebből évente mindössze 200 ezret tudnak összegyűjteni a hatóságok. A térségben egyetlen hulladékfeldolgozó üzem sincs, tájékoztatott Kárpátalja kormányzó helyettese. Ugye tudják, hogy a gazdasági helyzet miatt sajnos az államnak nincs arra pénze, hogy megépítse ezeket a feldolgozó üzemeket. Ezért szeretnénk külföldi európai vállalkozókat bevonni, de sajnos a gazdasági helyzet miatt talán kevésbé aktívak most, és ezért próbálunk európai uniós pénzeket is felhasználni, pályázni a beruházásokra. A KMKS ifjúsági szervezetének hulladékgyűjtési akciója Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati kommunikációjáért felelős kormánybiztosság közös szervezésében valósul meg. Grezsa István kormánybiztos szerint a kezdeményezés hosszú távú célja a szemléletváltás, mivel a környezet tudatosság nagyon nagy hiányosság itt Kárpátalján. A Tiszta Kárpátaljáért mozgalom, legalábbis reméljük, hogy mozgalom már terebélyesedik, az nem csak abból áll, hogy szemetet szedünk Kárpátalja számtalan pontján, nagy a társadalmi érdeklődés, sokfelől jöttek csoportok, önkéntes csoportok, hanem egy másik fontos rész egy olyan gondnoki szolgálat, amely egész évben karban tartja azokat a magyar turisztikai emlékhelyeket, amelyek ugyanolyan szemetesek voltak, mint sok más egyéb helye a területnek. És ez a gondnoki csapat több nyelvi információs táblákkal is ellátja ezeket a turisztikai célpontokat. A kezdeményezés nyitó rendezvényén jelen volt a keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár is, aki kérdésünkre elmondta, a magyar kormány minden eszközzel igyekszik segíteni a Kárpátalján élő magyarságot. Mindent megtesz a magyar kormány, különösen a külgazdaság és külügyminisztérium azért, hogy 150 ezer magyarnak jobb sorsa legyen Kárpátalján. Nem csak nyelvtörvényről, nem csak oktatási törvényről beszélek, én messzebbről kezdeném. Vannak gazdaságfejlesztési programok, vannak olyan programok, amelyek gyermekeket üdültetnek, most már a harmadik 700 fős csapat szervezését folytatjuk. Az önkéntesek csak az első két napon mintegy 5 tonna szemetet gyűjtöttek össze Kárpátalján. Útpatkára hajtott, majd felborult egy férfi elektromos kerékpárjával tegnap délután Nagy Halász belterületén. Az eszméletlenül fekvő férfihez egy arra sétáló házaspár hívott mentőt. A férfit a Nyíregyházi kórházba szállították, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Pénzes Sándor Károly független jelölt nyerte a vasárnap megtartott időközi polgármester választást Kislétán. A nem jogerős adatok szerint a megjelent 927 szavazóból 916-an szavaztak érvényesen. A 6 jelölt közül a független Pénzes Sándor Károlyra 338, a Fidesz jelöltjére Esztári Lászlónéra 255-en szavaztak. A további 3 független jelölt közül Szabó Lászlóra 143, Újfalusi Bélánére 139, Demendi Istvánra 39 szavazatot adtak le. A Magyar Munkáspár színeiben induló Szőlősiné Fitos Éva 2 voksot gyűjtött. Az 1900 fős községben azért tartottak időközi választást, mert a nyíregyházi törvényszék januárban meghozott ítéletével méltatlannak mondta ki a polgármesteri tisztségre a települést addig vezető független Madách Imrét.
Német, szlovák, ukrán és román művészek is alkotnak Nyíregyházán. A művésztelepről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Nem akármilyen izgalmak közepette, de legyőzte 2-1-re a Dorogot a Kisvárta Master Good a labdarúgó NB2 vasárnapi játéknapján. A siker azt jelenti, hogy a várdaiak zsinórban 8. tavaszi mérkőzésüket is megnyerték, és újra visszafoglalták a tabellán a feljutást érő 2. helyezést. A következő szezontól területi felosztás helyett erősorrend alapján sorolják be a férfi kosárlabda bajnokság 2. osztályának 2 csoportját. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége arról is döntött, hogy ősztől csapatonként továbbra is csak egy külföldi játékos szerepelhet az NB1B-ben. Német, szlovák, ukrán és román művészek is alkotnak Nyíregyházán. A Szabolcsi megyeszékhelyen 3. alkalommal nyitotta meg kapuit a Plener elnevezésű művésztelep. A központi helyszín a Sóstói Múzeumfalu, így csend és falusi környezet ihleti napról napra az alkotókat. A nyíregyházi művésztelep legidősebb és egyik legtapasztaltabb alkotója közel 90 éves. Az erdélyi férfi Aurél Tent egyik nyíregyházi művésztársáról készít festményt, mögötte a magtár, ahol 2 izerlóni művész alkot. Különböző stílusok és különböző nemzetek találkozó helye most a Szabolcsi megyeszékhely. Ennél közvetlenebbül, mint művészek egymás között beszélgetve, megismerve egymás országát, egymás hagyományait, egymás nyelvét, ennél közvetlenebbül nem igazán tud 2 nép találkozni, mint egy-egy ilyen alkotótelepen. Tehát nem csak szakmai kérdésekre gondolok, amikor egy-egy festőtechnikát vagy ábrázolási módot megosztanak egymással, hogy te hogy csinálod, én hogy csinálom, hanem valóban igazán mélyen tud 2 nemzet találkozni. Tehát egy nagyon fontosnak tart. A művésztelep központja a Sóstói Múzeumfalu, így csend és falusi környezet ihleti napról napra az alkotókat. A nyugalom az, ami itt uralkodik, és ezt nem is bánjuk, mert tényleg így a város zajától távol vagyunk, és így nyugodtan tudunk alkotni. De grafikus vagyok, úgyhogy inkább tussal dolgozom, vagy ilyen akvarell színes ceruzákkal, igen, ezekkel is dolgozom, rajzolgatok, ilyesmi. Többiek festenek, vagy szobrászkodnak. A művészek alkotásait a nagy közönség is megtekintheti majd. A Plener záró kiállítását május 18-án csütörtök délután a Váci Mihály Kulturális Központban nyitják meg. Nem akármilyen izgalmak közepette, de legyőzte 2-1-re a Dorogot a Kisvárda Master Good a labdarúgó NB2 vasárnapi játéknapján. A siker azt jelenti, hogy a várdaiak zsinórban 8. tavaszi mérkőzésüket is megnyerték, és újra visszafoglalták a tabellán a feljutást érő 2. helyezést. Tavaszi legnehezebb hazai győzelmét aratta a Kisvárda, amely a 17. percben az Olá Gergő által kiharcolt Rajci Péter révén értékesített 11-esből szerzett vezetést. A gól után is maradt a hazai fölény, de a 41. percben teljesen váratlanul egyenlített a vendégcsapat. Egy kisvárdai szöglet után indított kontratámadás végén a labda végül Ivancsics Alex kapus hátáról pattant a saját kapujába. A 2. félidő nyílt futballt hozott, a győzte gólt a 86. percben szerezte meg a Gosztonyi Andrást sérülés miatt nélkülöző házigazda, amelyből a csereként beállt Horváth Zoltán kotorta a hálóba a labdát Rajci remek átadása után. Készültünk a Dorogra, 7 volt időnk természetesen, illetve elmondtam azt is, hogy a Dorog nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben. Ezzel a 3-4-3-as felállással a középpályájukat meg tudják szállni, nagyon közel vannak a belső védők egymáshoz, nehéz megtalálni a réseket, és hátul is nehéz felépíteni a játékot. Ennek ellenére az első fél időben ragyogóan játszottunk, nagyon sokszor kerültünk mögéjük, nagyon sok helyzetünk volt. Amilyen könnyen jöttek, olyan könnyen adtuk is oda az ellenfélnek, és hát ez meg is bosszulta magát, kiegyenlítettek. Ez érzékenyen érintett minket, ezt követően pedig a cseréinknek köszönhetően stabilizáltuk a játékot, sokkal veszélyesebbek lettünk, még azok, akik fáradtabbak voltak, azok is mozgósították az erőtartalékaikat, és azért sikerült hazai pályán végre már úgy nyerni, hogy beszorítottuk az ellenfelet, jöttek a lehetőségek, és idő kérdése volt, hogy egyet azért be fogunk találni.
A vendég Dorog igazolta jó hírét, az újonc csapat játékán már érződött az a felszabadultság, amit a biztos bennmaradás tudata okozott. Őszintén az elején nagyon rángít az ellenfél, és be is ragadtunk egy kicsit, úgy nem tudom, nem voltunk úgy fölpörögve kellően, nem voltunk úgy benne a meccsbe. Aztán azt el kell ismerni tényleg, hogy ott azért nagyon sok helyzetet dolgoztak ki a hazaiak ellenünk, néha szerencse is velünk volt, hál' Isten utána sikerült azt az időszakot túlélnünk, de utána egy sikerült még azt fél időben kiegyenlítenünk, fél időben rendeztük a sorainkat, fölpörgött a csapat a másik fél időben, meg úgy gondolom, hogy egy kiki meccset játszottunk a hazaiak ellen. A mezőny legjobbjának egyértelműen a rutinos Rajci Péter bizonyult, aki értékesítette a 11-est a győztes gólnál, mértani pontosságú gólpaszt adott, és a mezőny munkából is alaposan kivette a részét. Hála Isten, a heti felkészülésem jól sikerült. A Nyíregyháza ellen, amikor beálltam, még volt egy kisebb sérülésem, szerencsére azt túlvészeltem, és 100%-osan tudtam edzeni héten. Ennek köszönhetően jól tudtam teljesíteni ma, de úgy gondolom, hogy a csapat teljesítménye kiemelendő, hiszen együtt értük el ezt a sikert. A 35. forduló további eredményei a következők. Kozár Mislány Budaörs 0-6, Soroksár Balmazújváros 1-1, Békés Csaba Siófok 3-0, Szeol SC Moson-Magyaróvár 1-1, Cigán Zalaegerszeg 2-4, Szolnok Cegléd 1-1, Puskás Akadémia Szeged 2011 0-0, Sopron Nyíregyháza Spartakus 2-1 és Csákvár Vác 1-0. Három fordulóval a befejezés előtt a tabellát a 73 pontos Puskás Akadémia vezeti, megelőzve a 65 pontot gyűjtött Kisvárdát. Harmadik a Balmazújváros 64, negyedik az egy meccsel kevesebbet játszó a Szerdán hazai pályán a Szeged 2011 ellenpótló Soroksár, megyénk másik csapata a Nyíregyháza Spartakusz 45 ponttal a 13. helyen áll. A következő szezontól területi felosztás helyett erősorrend alapján sorolják be a férfi kosárlabda bajnokság másodosztályának két csoportját. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége arról is döntött, hogy ősztől csapatonként továbbra is csak egy külföldi játékos szerepelhet az NB1B-ben. Míg tart a bajnokság, a férfi kosárlabda NB1B-ben nem dőlt el, hogy ki lesz a feljutó, és az sem, hogy melyek lesznek azok a csapatok, amelyek ősztől a másod, illetve a harmadosztályban folytatják. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség ugyanis legutóbbi elnökségülésén elfogadta a következő szezon versenykiírását, amely szerint az eddigi 12 csapatos keleti és nyugati NB1B-s csoport helyett ősztől egy 14 csapatos NB1B és egy 14 csapatos NB1C jelenti majd a bajnokság másod, illetve harmad vonalát. Azt várja a szövetség ettől a kezdeményezéstől, hogy a B csoport küzdelmei még erősebbek lesznek, magasabb színvonalú mérkőzések lesznek ezeken a bajnokikon, hiszen azért ebben az évben is látható volt, hogy a B csoport eleje és a B csoport vége az más értékrendet képviselt és teljesen más játékstílust játszott. És talán a mérkőzések sem voltak annyira élvezhetőbbek, remélem, hogy így szorosabb és keményebb mérkőzések lesznek majd. Bár korábban felvetődött, hogy a jelenlegi egy légiós helyett ősztől kettő szerepelhessen az NB1B-ben, a szövetség elnöksége úgy döntött, hogy nem változtatnak a jelenlegi szabályon. Én úgy gondolom, és szerencsére az elnökség többi tagja is úgy gondolja, hogy a B-csoportnak valóban a magyar játékosok játéklehetőségének kell lehetőséget adni, és ez a következő évben is így lesz, hogyha két légiós lett volna, ugye akkor megint a költségvetések emelkedtek volna igazából, és a magyar játékosoknak a játék lehetősége csökkent volna. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen érdekünk az, hogy a magyar játékosok pályán legyenek. Én talán nem túlságosan elrugaszkodott, de én még azt is szívesen elvállalnám, hogy az A csoportban egy magyar 23 éven aluli játékosnak pályán kellene lennie. Úgy gondolnám, hogy követnünk kellene azt a trendet, ami a világon érvényesül. A fiatal játékosoknak sokkal nagyobb teret kellene engedni, hiszen láthatjuk, hogy akár a kosárlabdában, de más sportágakban is a 20 év körüli játékosok milyen teljesítményt tudnak nyújtani, és milyen meghatározó teljesítménnyel tudnak előrukkolni. Ősztől továbbra is kötelező egy fiatal, 1997. január 1-je után született játékosnak állandóan pályán lennie egy csapatban. A Nyíregyháza Blue Sharks már az alapszakaszban biztosította helyét az erősebb csoportban, a jelenlegi szezont az 5.-8. hely valamelyikén fejezik majd be a kékcápák. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden.
Jégesővel, özönvízszerű esővel és erős széllel érkezett pénteken a vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Több településen cseresznye nagyságú jég esett, amely a kemecsei és kisvárdai járásban a mezőgazdasági terményeket is elverte. A megyében összesen 16 esetben kellett beavatkozniuk a nagy mennyiségű csapadék miatt a tűzoltóknak. Önkéntes környezetszépítő programot indított a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete mintegy 30 település csatlakozásával. A kezdeményezés azért nagy jelentőségű, mert a becslések szerint csak Kárpátalján mintegy 3 millió tonna hulladék van szétszórva, ebből évente mindössze 200 ezret tudnak összegyűjteni a hatóságok. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 15-én hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Nyugat felől továbbra is váltakozó nedvességtartalmú labilis légállapotú levegő érkezik térségünk fölé, az éjjel többször megnövekszik a felhőzet, zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat, az északi szél gyenge marad, de néhol erős viharos széllökések is lehetnek, reggel általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, főleg a délutáni esti órákban valószínű zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül, délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét végéig jobbára napos, kellemesen meleg időre számíthatunk, csapadék már nem valószínű. A hét végén, jövő hét elején viszont ismét változékonyabbra fordul az idő, több lesz felettünk a felhő és záporok is több helyen várhatók. Enyhék maradnak az éjszakák és a nappali felmelegedés mértékesen változik jelentősen.